megszerezzük mind az 5 mítik érmét, és ezáltal halhatatlanokká válunk. Már csak ha egyet birtokolsz ezekből, rendkívül nagy előnyt szerezhetsz, szóval nem véletlen, hogy ezekre a helyekre rengetegen szoktak ugrani. De talán van egy helyszín, ami kicsit kevésbé felkapott, az pedig a Grand Glacier. Most megmutatom a kezdési stratégiám, hogy ti is minél többször jöhessetek ki győztesen innen. Oké, itt van 2 floorlút a tetőn, akkor ezt gyorsan el is visszük, ha lehet. És itt van egy lyuk, amin be tudunk ugrani. Nagyon vigyázzatok, mert itt lesz körülbelül egyből a főbossz, itt láthatjátok. Ha nem darál le teljes mér... az trükkös. Csak megvan. Jaj, de jó, van minie is. Oké, igazából... ha lenne egy SMG-m, akkor már szívesen mennék harcolni, mert... oké, egy ár is jó, egy ár is jó. Szuper. Mert itt nem szabad még hagyni kibontakozni végül is az embereket. Hello? Valaki segít nekünk? El fog menekülni. Jó, nem. Ez az, szerintem kipucoltunk most már tényleg mindent. Amúgy álljatok meg egy helyben, viccen kívül, hogyha egy helyben lövitek a botokat, akkor nehezebben találnak el. Itt most nézzetek szét, mert itt nyilván bárhol, bármikor kempelhetnek. Akár itt is, és valaki most glide-olt ide, de az már amúgy nem probléma nekünk. Szépen ezt elvépítjük furra, ezt kinyitjuk. Reméljük lesz időnk gyorsan kilootolni itt a helyet, és már megyünk is el a csatorna fedéllel. Nekünk igazából innen csak a moboxok kellenek. Alsó kettő az nem szokott kinyílni. És a gadget, ami középen van, is még egy láda. Ha gyorsan kell a gold is, akkor pedig építsetek így ide. Kíváncsi vagyok, hogy ez lemerészkedik-e. Na mindegy, menjünk el ezzel, még van, mert 2 ember megjelent, azt hiszem. Ezzel jövünk is, valószínűleg senki nem vár itt. Reméljük, tökéletes. És meg is van akkor sikeresen az első érme, és most megyünk a többire. Ó, már elvitték, viszont nem baj. Ha elég közel kerülünk majd az emberhez, akinél van, ott is van, megjelenik szépen a sárga kör. Jó, és most kijön. Emberek nincs, Mati. Itt megy a nagy csata, itt van mind a 2 érmés. Ó, és azt hiszem észrevettek. Már csak azt a 2 ember kell levadászni, és megvan a teljes gyűjtemény. Úgy érzem, az kicsit nagy farad lesz, nagyon felkészült ránk, hogy jövünk. Végül is amúgy a mi jelölésünk a legszűkebb ezen a pályán. Nice. És gyorsan rá kell menni, mert visszatölt egyből az életereje az ilyennek. Box? Majdnem. Még mindig nagyon fura a build, de szerintem mindenki másnak is emiatt. Azt sem tudom, hol van. Ember. Már fölöttem van? Box. Nagy nehezen, valamennyire. Ott van, megvan a 4 darab érme. Ho! És ott szerintem az utcsó. Az utcsó jelentkező. Gyere! 102. Onnan tudjuk egyébként, hogy nála van az érme, hogy kéken világít a teste, mikor meglőjük, szóval... igen, azt nem vettem észre. És ezt benyomjuk, ezzel gyorsabban ráugrálunk. Azt nézzétek, sprinteléssel is slide-dal amúgy összevonva. Hihetetlen erős, úristen! Oh, az egy nagy miss. Side jump. Visszaépítünk. Eritej, kérlek. Eritej. Még egy pikex. Ez az! Nála volt az érme! Let's go! Megvan mind az 5. Ezt nem hiszem el, gyorsan medkitet benyomjuk. És nézzétek, hogy tölt vissza a pajzsunk. 74, 82, 90 és 100 már is. Még egy kicsit betegen gyerekek mindig, de így is top szinten megy a Fortnite természetesen. Akkor most válaszolom, csak a wind kell besebelni, 7 darab ember van, vagyis 6, az a 6 darab ember nem fog örülni nekünk, azt hiszem. Írjátok meg kommentbe, hogy egy ilyen kocsi hány lóerős, én tippelek most egyet fejből, mondjuk azt, hogy egy jó 600, meg jöhet kommentbe, akinek van ilyenje. És akkor az fel is vehet egyébként, annak megadom a lakcímet. Még el se foglalták a szigetet, mondjuk nem csodálom, mert ez a legkevesebb dolog ebben a seasonben jelenleg.
Menjünk oda gyorsan. Aha, és ott azt hiszem épült valami. És feltűnésmentesen ripkezünk egyet. Ahogy, hol van az úr? Ah! Mekkorát kapott! Úristen! Kicsit elsékeltem, várjál! Akkor majd ezt az egyet nem fogjuk. De most hirtelen itt van mindenki. Mindenki gyáva. De nem hibáztatom őket. Mindenki a soti. Ugye nem bontják ki alólunk, azt kéne még. Tört. Oh. Gyere le! Ott van a már csak egy ember van. Hát megállíthatatlanok vagyunk, de nem is. Jó, nézzétek, hogy tölt a sírem. Szóval valaki legrekkel beboxolok. Szerintem pislogok kettőt, az max HP, de maga a maga biztosság, amit ad, az már hihetetlen önmagában. Egyébként egy kis fun fact, hogy az Epic írta, hogy egyébként amikor playtesztelgettük a movementet, még az első pár nap nekünk is szokatlan volt, de azért szokj hozzá. Szóval, oké, az, hogy valami szokatlan, nem azt jelenti, hogy mondjuk érdemes is megszokni. Szóval, furcsa ez az egész movement, nekem tetszik az, hogy új az animációja, azzal szerintem senkinek nincs baja, csak azt mert miért lassabb a mozgás. De figyelj, én nem az az ember vagyok, az mi? Az utolsó ember? Jó. Még előtt őt levarásszuk, mondjuk. Terítsük ki alapjainkat neki. Terítsük ki, mutassuk meg, mi van. 1, 2, 3, 4, 5. Ezt látod? Ezt látod? Ez neked kell? Szóval egyébként én hozzá fogok szokni. Figyelj, ha ezen múlik, akkor ezen múlik, én így leszek majd. Profi? Vagy nem? Lehet, hogy nem. De hát sok sikert tényleg mindenkinek, szokjátok meg. Mi volt ez a fekete kép? Aha. Túrjuk be magunk hozzá. Úristen! Hát az megkapta a maximális sebzést. Gyerekek, nem is nagyon láttuk az érmét, de azért elég gyorsan pörög fel a shieldet persze, hogyha nem harcolsz. De figyelj, ha maxot lősz, akkor nem is vagy a HP-d. Remélem tetszettek a game-ek, iratkozzatok fel. Köszi a figyelmet, Juszkó Szán. Sziasztok, boldog Mikulást!